Kattints a tenyésztés, tenyészállatok, testhőmérséklet menüpontra. Ezen menüpont alatt tudsz testhőmérséklet mérési adatokat felrögzíteni. A fenti szűrőtábla és a sárga szűrésgomb használatával szűrhetsz összes vagy törölt státuszú tételekre. Szűrés után a táblában megjelenik a felrögzítés pontos dátuma és annak időpontja, a tenyészállat azonosítója, a felrögzített testhőmérséklet, illetve ha volt elmentve, akkor megjegyzés is. Az egyes oszlopok megnevezése melletti nyilakkal az adott oszlop szerinti sorbarendezésre van lehetőséged, a táblázat tetején található nyomtatás gombbal pedig kinyomtathatod a listát. Mellette található export gombbal lementheted Excel, CSV vagy PDF formátumban, az export melletti gombbal pedig beállíthatod, hogy egy oldalon hány találatot mutasson a rendszer. A táblázat jobb felső sarkában található szövegdobozzal konkrét szövegrészlet alapján kereshetsz a táblában bármi adatra. Új tételt, a narancssárga új gombra kattintva tudsz felrögzíteni. Először add meg a pontos dátumot a naptár funkció segítségével, majd írd be a tenyészállat azonosítóját és mért testhőjét. Amikor a tenyészállat mezőre kattintva elkezded megadni a koca azonosítóját, akkor egy azonosító lista jelenik meg, melyből ki kell választanod a konkrét azonosítót. Amennyiben csak beírod az azonosítót, de nem választod ki azt a listából, a mentés sikertelen lesz. Az azonosító mentése tehát csak a legördülő listából való választás után lehetséges. Amennyiben szükséges, megjegyzést is adhatsz hozzá. Ha minden adatot beírtál a megfelelő helyre, kattints a zöld mentés gombra. Így az új tétel bekerül a testhőmérséklet listába. Mentés után a piros visszagombra kattintva visszatérsz a listához. A már felrögzített tétel adatait a sorában található kék módosítás gombra kattintva módosíthatod, a piros törlés gombra kattintva pedig törölheted.